harmadik birodalom 1941. április 6-án megtámadta Jugoszláviát. Magyarország fegyveres semlegességét feladva április 11-én Németország oldalán Jugoszlávia elleni hadműveletekbe bekapcsolódva belépett a II. Világháborúba. Baján, a Vaskúti út mellett az 1939-ben létrehozott határvadász laktanyától nyugatra egy 6 nagyméretű baraképületből álló fogolytábor létesült ekkor jugoszláv hadifoglyok elhelyezése céljából. A baraktábort vélhetően később a délvidéki zsidóság deportálásakor is használták, majd a laktanya és a baraktábor 1944-1945-ben a szovjet vörös hadsereg átmeneti gyűjtő és elosztó fogolytábora lett. Bognár Zalán kutatási alapján az 1944. decembere és 1945. augusztusa, illetve szeptembere között a hadifogolytáborban elhunytak számát 8000-re becsülhetjük. A laktanya és a baraktábor területén 1948-ban zajlottak először exhumálások. Az 1948-ban exhumáltak földi maradványait a fogolytábortól közvetlenül délre, a volt Erzsébet királyné út, ma Szabadságút nyugati oldalán temették újra 1948. november 1-én. A sírok helyét egy 1949-ben állított Kossuth címerrel díszített obeliszket formázó emlékmű jelzi. Baja város polgármesteri hivatalának felkérésére a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum a Tűr István Múzeummal együtt 2018 novemberében kezdett terepi kutatásokba a II. Világháborús baraktábor területén. A próbaásatások során sikerült megfigyelni a tábor meszes alapozását, valamint sor került a tábortól északra levő 2-es számmal jelölt hadifogolytemető azonosítására. A feltételezett temetési helynél mintegy 350 négyzetméteres területen került sor humuszolásra. A talaj felső néhány centiméteres rétegének eltávolítása után a felszínen több, sírra utaló markáns sírfolt mutatkozott már a kutatások kezdeti szakaszában. A sírokat először az 1948. évi exhumálások idején ásták meg, a rendkívül felületes és a kegyeleti szempontokat is nélkülöző feltáró munka során számos csont maradt vissza a sírgödrökben. A munkálatok során 26 1944-1945-re keltezhető egyéni és tömegsír urafeltárása ment végbe. A sírokat a nagyfogú leletszegénység jellemezte, csupán néhány sírgödör betöltésében találtunk porcelán töredékeket. Az ásatás legjelentősebb lelete egy sírüvegcse és egy felüljelzett alumínium-német azonossági jegy volt. A hadisírkutatás módszertana kapcsán megemlíthető, hogy az egyaránt merít a klasszikus régészet és az igazságügyi régészet munkamódszeréből. Egy temetési hely egy régészeti lelőhelyhez hasonlóan a feltárás után végérvényesen elpusztul. Ezért fontos, hogy a feltárás teljességre törekvő képi és írásos dokumentáció kísérje. A személyazonosság megállapításakor a leginformatívabb segítséget a halottal eltemetett fém azonossági jegyek, illetve azonossági jegytokok adhatják. Az emberi maradványok antropológiai vizsgálata, valamint a premortem, perimortem és postmortem sérülések elkülönítése szintén jelentős adatokat szolgáltathat az elhunyt személyekre vonatkozóan.
hősi temető és a hősi temetési hely fogalmát a hazai jogalkotás a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 43. törvényben definiálta. A törvényi meghatározás szerint hősi temető hősi temetési helynek számít a honvédelmi kötelezettség, fegyveres vagy fegyver nélküli teljesítése közben elesettek, továbbá a teljesítést követően ezzel közvetlenül összefüggésbe hozható okból elhunytak, valamint háborúban kényszermunkára hurcoltak és elhunytak, eltemetésére, hamvaik elhelyezésére szolgáló temető, temetőrész, temetési hely. A 2019-es év elején Bajaváros külterületén feltárt sírok hősi temetési helynek számítanak. Az exhumált emberi maradványok az 1949-ben állított emlékműnél kerülnek majd újra temetésre.